A műsorvezető eleganciájáról a Digestor Budapest gondoskodott. Bóta Gábor frizuráját a Barber Fox Óbuda készítette. Vendégeink szépségéről a Polmois Cosmetics gondoskodik. Polmois Cosmetics, a szépség érintése. A műsor támogatója a Herbár Bioshop, minden, ami természetes. A műsor kávé élményét támogatta a Borokofi Kft. Kézműves kávépörkölő manufaktúra. Jó estét kívánok! Csúlya Imre, a Bóta Café mai vendége, mindannyian ismerik. Nem volt ez mindig így, mert volt egy jó ideig vidéken, aztán Örkény Színház és többféle szappanopera. És ugye polgármester, Easy Rider-es polgármester szokták róla mondani, és voltak olyanok, akik azért mentek el az Örkénybe, mert azt mondták, hogy na most megnézik, hogy egy komoly darabban mit csinál a Csúlya Imre, ez az Easy Rider-es polgármester. Jó napot kívánok, vagy jó estét! Olvasom én, és nagyon izgat, hogy ez hogy nézett ki, hogy 5 éves voltál, amikor a nagymamád tanítgatott téged versekre. És mindig kellett átmenni a szomszédba, ott pletykáltak az asszonyok, és amikor kifogtak a pletykából, akkor na, Imi, szavaj. És akkor te mit szavoltál, vagy hogy volt? Pontosabban, Imi, mondj egy verset. Mondj egy verset. Így lett aztán az estemnek ez a cím, hogy Imi, mondj egy verset. Hát azt, ahogy elmondtad, tulajdonképpen az így történt, átjártak akkoriban az emberek egymáshoz. Hát nem volt televízió, illetve volt, 5 utcának volt egy televíziója. Ez ugye Hajdú. Hajdú-Nánáson, igen. Hát ez a 60-as évek, 65-66, 67-ben talán már lett egy-egy családnak televízió, amin néztük 40-en a Tenkes kapitányát például. 40-en? Hát volt olyan, volt egy nagyobb szobában, álltunk, tehát mint a heringet. Ja, jártatok, mint a heringet. Hát akkor a csoda volt ott az, hogy valakinek van televíziója, pláne, hogy nézhetjük a Tenkes kapitányát. Hát ott jött a szomszéd fiú, srác, a haverom, és toborozta az embereket. Mindjárt kezdődik a Tenkes kapitánya. Tényleg, mint egy ilyen utca hírmondója. Hát akkor a sztár volt benne Zente Ferenc, mint most te. Hát, talán. Igen. De hát körülbelül, nem? Hát igen. Na, és akkor miket szavartál? Hát Füstbe ment elv, János Vitéz, Toldi, főleg Petőfiket, Arany János. És verset. Akkor ezek a pletykálós asszonyok elhallgattak totálra, és ezért... Igen, és én ott tapasztaltam meg először, mi az, hogy hallgatják az embert sokan. És mi az, hogy csönd, mi az, hogy kuncogás, mi az, hogy pityergés, vagy szipogás, mert tetszett nekik, vagy éppen nevethetnékük támadattól, ahogy mondtam. Szóval képzeld el, mint egy mini főiskola, vagy egy nem is tudom, hogy hogyan nevezzem ezt, hogy tényleg rögtön sikerült elcsípni a színész képzést, vagy a színészi válásnak az útjának rögtön az elejétől lépésről lépésre. Hát ott tanultam meg, mi az, hogy katarzis, amit aztán persze tudományosan is megfogalmaztak. De azt utána egy picit gyerekként még alakítgattad is, hogy na, esetleg most itt valamit nem mondtál olyan hatásosan, és akkor na most máshogy, vagy azért ez nem volt. Biztos, hogy le is szűrtél belőle már dolgokat? Nem, megérzések gyülekeztek bennem, tudod, hogy mikre reagálnak az emberek, és hogyan reagálnak. És tulajdonképpen minden este, vagy minden alkalommal máshogy mondtam ezeket a verseket, mert más volt a közönség is, bár nagyon ismerősök voltak. De akkor éppen akkor este máshogy reagáltak. Színjátszó körbe is jártál. Igen. Állítólag ott nagy borozások voltak már. Voltak azok, borozások is voltak, nem nagyok, hát olyan kamaszkori borozások. Igen, volt 3 is Hajdú-Nánáson, 3 színjátszó. 3 színjátszó. Hát figyelj, akkoriban top volt az amatőr színjátszó mozgalom, szerte az országban. És én, hát ugye nagyon hamar kiderült... Én voltam még falusi színjátszó fesztiválon, képzelni. Igen. És hát nagyon hamar kiderült, hogy a srácok, a pajtásaim jobban fociznak, meg kézilabdáznak, meg kosaroznak, mint én.
Úgyhogy én meg megtaláltam, mivel kölyök korom óta próbálgattam ezt, tehát így 14 éves koromra, vagy amikor iskolába kerültem, általánosba, aztán középiskolába, akkor nekem már abban volt tapasztalatom, hogy mi az kiállni 30-40-100 ember elé, és egyedül verset mondani. És én a amatőr színpadon megtaláltam azt, hogy én ebbe tudom kifejezni. És akkor már nagymama nélkül is kezdted a verseket olvasni? Hát annyira hatással volt rám a nagyanyám, hogy hát ugye először csak hallás után tanultam meg a Toldit János Vitézt. Hallás után? Igen, ő mondta mi, nekem. Mi, annyiszor felolvastál? Igen. Hát időmilliómosok voltunk, ugye nem volt. Este petróleum lámpánál, Sparhet mellett élen, a kemencénél, ott rengeteg időnk volt, és ott, de is aztán én 5 éves koromban meg is tanultam írni, olvasni. Nem mondom. Annyira türelmetlen voltam, hogy magam is el tudjam olvasni. Aha. Ezeket a költőket. És akkor hát attól pusztultam, amikor ezt olvastam, hogy akkor ugye a főiskola előtte egy évig voltál ilyen képesítés nélküli népművelő. Igen, az üzemi is, népművelő. Ha méghozzá üzemi népművelő, és volt valami mezőgazdasági kultúrverseny, jól mondtam? A mezőgazdaság szocialista kultúrája című vetélkedő volt. Isteni pontosan. Gyönyörű, amit tehenészek nyertek meg. Igen, igen. De ezeket a tehenészeket te tanítottad Adira? Én, igen, igen. Hajnal fél kettőtől. Ő pont hajnal fél kettőtől. Mert ők akkor kezdték a műszakot. Hát ugye az állatokat az meg kell fejni, ki kell almozni, föl kell helyezni a fejőgépet, mert reggel el kell vinni a tejet a boltokba. Úgyhogy ők nem reggel 8-kor kezdték a hivatalt, hanem éjjel 1-kor felültünk a tehenészbuszra. Na de ez hogy nézett ki, hogy ők villázták ott a ganajt, megfejtek, és közben te nekik mondtad az Adit, és gondoltad, hogy ugyanúgy a fejükben megy, ahogy neked a nagymamától? És a fejükbe is ment, vagy nem, hogy? Nem arról volt szó, hogy én ezt betűről betűre megtanítsam nekik, hanem hogy sokat beszéljek, mert Adi volt az egyik feladat ebbe a ja, hogy neki nem kellett szavalni. Nekik nem kellett szavalni. Agyilag kellett nekik, valamit. Igen, hogy ismerjenek minél több Adi verset, amit én elmondok nekik, és esetleg egy-két sort megjegyezzenek belőle, mert Adi volt a feladat, a kiírás, és hát stoppal mentem például a növénytermesztőkhöz, mert éppen vetettek a földeken. A kocsit nem kaptam, a feladatot el kellett végezni, és akkor szépen stoppoltam, most Hajdunánáson, vagy Tedelyen, és mondtam, hogy arra megyek, jó, akkor vigyem már el. És akkor megláttam a traktort, meg a vetőgépet, meg ott a kisebb csoportosulást. Kiszálltam, és kérdezte a Gyurka bácsi, hogy te mit csinálsz itt, hülye gyerek? Hát mondom, jöttem maguknak betanítani a vetélkedő anyagát. Azt mondja, hát gyere! Nem volt az, hogy na menj te a izébe? Az nem volt. Az nem volt. Ez volt a legerősebb, hogy te mi csinálsz itt, hülye gyerek? És akkor mit? Vetettek, és mentél mellette? És mentem mellettük, és Adiról beszéltem nekik, meg a versekről, hogy hát próbáltam fölkészíteni őket, láttam, hogy mi a feladat. Na de hogy lehet? Mondja 3-5 mondatot, amit akkor így vetés közben mondtál. El nem tudom képzelni, hogy ez hogy. Hát én most nem emlékszem arra a 3-5 mondat. De figyelj, úgy izgultam, mint egy premiéren. Nem tudok most neked nézni, hogy és akkor volt, de akkor te várjál, egy több csapatot is betanítottál, akik egymást szövetélkedtek. Nagyon sok ágazat volt. Volt a sertéstenyésztők, a szalvasmaratenyésztők, a növénytermesztők, a géplakatosok, a meg mit tudom én még kik voltak. A baromfi tenyésztők. Ez egyébként később neked emberismeretben jó volt, színészetben? Mert biztos. Nyilván egy rakat figurával találkoztál. Hát biztos, hogy ez figurales is volt nekem. Hogyne, persze. Persze, volt. Lehet, hogy hamarosan fogok vele találkozni, de most nem mondom el, hogy hol. Kivel? Kivel fogsz találkozni? Mit tudom én, akkor ma már úgy mondják meg, akkoriban is új, és speditőr. Hát diszpécser, aki szervezte, fejből tudta, hogy melyik traktor hol van. És hogy hova kell menni. És hogy mit kell szállítani. Fejből ott, és olyan humora volt, hogy eszméletlen. Na, és aztán jó, rögtön fölvettek, mert hogy bemagoltál 14 monológot. Hát a magolást az kicsit sértés. Ja, bocsánat. Nem. Hú, de értelmezve nagyon. Hát többen, tovább megyek. Hát én a közben bejártam Debrecenbe hétvégenként a
a színjátszó stúdióba, amit a Renc Antal és a Pincés Pista vezetett, és hát ott kidolgoztunk. Én 15 monológig jutottam el. Bocsánat, mondtam, az előbb 14-et mondtam. 15, igen, meg számtalan vers. És mik voltak ezek? Hú, volt az Eljő a jegesből, volt Móricz, Rui Blas, Shakespeare. Jó, volt sok. Ezt mondta Adit is, Tennessee mert az már akkor is mániád volt. Igen, Adit is mondtam, igen. Igen, mit? Mert azt hiszem, hogy a Harton nagy úrral, azt elmondtam a felvételén. Igen, mert azzal versenyeztem Hajdúnálláson egy városi szavaló versenyen, és hát mit mondjon egy 17 éves fiatalember, nem Adit, és mit mondjon, hanem a Harca nagy úrral című verset. És képzeld el, hogy én ezt a versenyt megnyertem. Ketten voltunk mindössze. És akkor elhatároztam, hogy hosszú ideig nem mondok Adit. Mert hogy de megéreztem azt, hogy ahhoz föl kell nőni, olvasottság kell, műveltség kell, élettapasztalat kell. Persze, hogy fölfogja egy fiatalember is, csak hát nem úgy szól. Nem úgy szól a szájából, mint egy 50 éves embernek. Hát azóta van Adi este. Azóta van, igen. Hát igen, legalábbis egy jelentős Adi blog van az estemben. És utána dumálni is szoktál a nézőkkel. Hát amikor lehet, ugye, egyáltalán ilyesmit csinálni. Igen, hát amíg még nem voltunk bezárva, vagy nem voltak kizárva nézők a színházból. Igen, az mindig úgy történt a felkérés, hogy utána úgy beállt a csönd, mondjuk egy Babics után nem nagyon lehet rögtön megszólalni, azzal van vége az estemnek, a Babics Jónás könyvével, meg a Jónás imájával, és akkor az olyan gyönyörű, tudod, és ezt tapasztaltam én gyerekkoromban, 5-6 évesen, ezt a csöndet, hogy az emberek, mikor befejeztem, így ülnek, mint mi most, és így néznek előre. És eltelik egy kis idő, és akkor fellélegeznék, és akkor már úgy tudnak beszélni. Ez szokott történni ezeken az esteken is, és akkor elkezdünk beszélgetni, és akkor már mindenféle kérdéseket föltesznek. Vagy például a hajléktalan vonaton, ugye én mindig ott vagyok már legalább 3-4 órával a fellépés előtt mindenhol, és akkor begyülekeztek az emberek a vonatkocsiba, és akkor előtte is beszélgettünk velük, utána is beszélgettünk. De várj, ezt hogy kell elképzelni, ezt a hajléktalan vonat dolgot, hogy ez megy, vagy ez nem, áll egy oldalvágányon? A Vágány utcában áll, ez egy direkt... Stílszerűen a Vágány utcában? Igen, igen, ez egy hajléktalan szálló tulajdonképpen. De hogy ez egy hajléktalan szálló? Igen, igen. Ahova igen. Te visszajálsz. A Máltai Szeretett Szolgálat üzemelteti, vagy tartja életben, és hát már kétszer meghívtak. Aha. Ja. És akkor ugyanezt az estet, vagy akkor... Ugyanezt, igen. Hát te egyébként is képviseltél valahogy hajléktalanokat, vagy valaminek az arca voltál, nem? Hát gyakran jártam hozzájuk, de Pátyra is, Szombathelyre is, Vácra is elmentem, hajléktalan szállókra. Az egyszer csak úgy valahogy kialakult. Vannak hogy... verseid is tőlük, ha jól tudom. Igen, az egyik úriember írt egy verset, de azt nem attól, de ezt elmondta. A másik megtanulta elmondani, vagy felolvasni az eszméletet. És hidd el, hogy hibátlanul értelmezte. Uh-huh. Hibátlanul értelmezte. Pedig hát nem egy habkönnyű vers. De Örkényben is mondtok verset, mert ott az anyám tyúkjában hát mondtok. Hogyne, meg ugye hát most a Covid alatt az első hullámban volt ez a... Két dolog is volt. Vers csak neked. Vers csak neked. Az be lehetett jelentkezni, és akkor fölhívtad, aki jelentkezett, igen, és adtok a telefonba csak neki. Igen, hogy igen. Nyilván egy rakat történet is volt közben, nem? Hogy dumáltatok. Persze, az is volt. Hú, hát nem is tudom. Volt egy olyan idős hölgy, aki visszaidézte a régmúltat. Vagy például egy műfordító hölgy, hú, nagyon szégyellem, hogy most nem jut eszembe a neve, ő fordította le a Hogyan lettem Michelle Obama uh-huh. című könyvet a First Lady-nek a
És akkor te neki mondtál verset? Ő véletlenül őt hívtam föl, vagy ő kérte, hogy hívja föl, tehát szeretne egy verset, és pont én jutottam neki. És hát nagyon örült, és küldött egy dedikált példányt. Ilyenkor lehetett kérni, nem? Hogy mit kér? Költőt meghatározták, hogy kik a kedvenc költőjük, viszont a versekbe szabadon választhattunk mi, előadók, és hát én mindig felajánlottam 2, 3, vagy 4 választási lehetőséget, hogy na, Vörös Martitól mit szeretne, a Kosztolányitól mit szeretne hallani. Babicstól általában szerették meghallgatni a Jónás könyvét. Most képzeld el, hogy az hát... Hát az hosszú. Az hosszú, igen, igen. Volt, aki az egészet kérte, volt, akinek elég volt egy részlet is, mert már egyszer hallotta, de ezt szereti. Szóval nagyon sok... Volt, most például napokban fölhívott egy, vagy írt egy SMS-t egy hölgy, hogy ő hallott tőlem egy verset most ősszel, ugye? Tavasszal is volt, meg most, igen, karácsonykor. Mert karácsonykor is igen, akkor mondtunk is verseket. Karácsonykor hallott tőlem egy verset, és most nem tudom milyen hanyadikán, februárban 50 éves a lánya, és hogy megtenném, hogy elmondok neki egy verset. És akkor megadta a számát, fölhívtam, csókolom, Csúlya Imre vagyok, a Pásti Júlia, azt hiszem Pásti Júliának hívják a hölgyet. Az anyukám, jaj, hú, de hogy össze is borzongott, hogy a Csúlya Imrét hallja. És akkor elmondtam neki egy rövid adi verset, hogy mégiscsak legyen egy vers a születésnapjára. Én is kérhetek egy rövid adit? Igen. Választhatsz. Most vagy majd a műsor most, végén? Hát most. Hát úgy, hogy most... nekem is mondod, kamerának is mondod, jó, na? Jó. Tényleg rövidet, mert rövidet, tudjuk igen. Dumálni. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Mondjuk nekik mondtad, nem nekem, de neked is mondtam. Egy picit nekem is. Mondtad, mert hogy nagyon megszoktad a kamerát. Hol szoktad meg a kamerát? Hol szerettem meg? Szabó Istvánnál szerettem meg. Ő volt a filmszínész tanárunk a főiskolán. Mm-hmm. Ott szerettem meg, és aztán én nagyon gyorsan... Azt tanítottak rendesen filmezést? Mert az régebben mindig gond volt, hogy hát olyan színházközpontú az oktatás, és a filmezés az tulajdonképpen kicsit mellékes. Szinkront se tanítottak, azt hiszem, hosszú. De tanítottak. Igen. Vas János tanított. Na, szóval én a Szabó Pistánál szerettem meg a kamerát. Mert máshogy kellett dolgozni a kamera előtt, mint a színpadon. Finom, picibe, minimálba, intimebben, ha úgy tetszik. És aztán én nagyon hamar szerettem volna filmezni is, mert kölyök kamaszkoromban mindig jártam a délelőtti matinékra, amikor egy új film bejött Hajdunánáson, vagy iskolával elmentünk, és én úgy mentem haza, mint a főhős, szóval teljes átéltséggel. És én nagyon szerettem volna már kölyök koromban is színész lenni, meg filmszínész is lenni. Mert láttam, hogy mit műveltek ezek a csodák, akár a Noszti fiú esetében, vagy a Kőszívember fiaiba, vagy a Egri csillagokba, Pál utcai fiúkba. Úgyhogy, na én nagyon szerettem a filmezést, és aztán elkezdtem gyakorolni. Hát talán voltam a Terongyos életben, egy pici szerepre, aztán mindig fél évente meghívtak a kisvárosba. Az volt az első olyan sorozat, amiben én szerepeltem. Mindig valami bűnözőre hívtak. Elmondhatok egy sztorit ezzel a kapcsolatban? Akkor éppen nem tarkopasz voltam, hanem ilyen cofba lógott a hajam, hosszú volt, de valamiért meg kellett növeszteni. És egy tranzitot kellett vezetnem, egy Ford tranzitot, és teljes gázzal, padlógázzal Erdei úton üldöznek a rendőrök, balkanyar, faroljon ki. Jó, oké, mondom, ahhoz hátrébb kell menni, hátra mentük.
tettek kamera felvétel, mentem, befordultam, kifarolt, elhúztunk, mondták, hogy köszönjük ennyi, még egyszer, jó volt, de még egyszer, mondom, hát jó volt, akkor miért egyszer? Azért, mert kiraktad az indexet, hülye gyerek. Hát ugye ez a rendőrben is lássák a rendőrök, hogy merre mennek a bűnöző. Hát egyébként ez jellemző, hogy nagyon sok ilyen periférikus, hogy úgy mondja, periférikus fickót osztanak rád. Tehát ilyen jellegű karakter, ez hogy alakult ki? Tehát látszólag itt ül egy ilyen jóságos pasas velem szembe. Tehát, hogy ez azért, mert ilyen az alkatod, vagy mitől lehet ez? Mert látszólag a belső alkatodhoz ez nem passzol. Miközben hát állati jól tudod ezeket hozni. Nem tudom, hogy alakult ez. Hát tényleg nem tudom. De te az életben is ilyen vagány vagy, vagy szó sincs róla? Hát de olyan vagány nem vagyok, mint a film szerepeim. Figyeld, azt mondta egyszer a Mensáros Laci bácsi, hogy a színész két dolgot tud. Vagy azt tudja eljátszani, amilyen ő, vagy azt, amilyen szeretne lenni. És te szeretnél. Nyilván szeretnék vagány lenni, vagy ilyen ős lenni. De hát az a színészi feladat, vagy nem is tudom. Szóval nem Csúlya Imre szeretne ilyen vagány lenni, hanem szeretek szerepeket eljátszani, ami vagy ilyen, vagy olyan, mint a Tóth, vagy olyan, mint a Polónius, vagy olyan, mint a Csoki, vagy olyan, mint a polgármester. Tehát van egy alapjárat, én azt gondolom, a színészetben. Az ugyanolyan civil ember, mint bárki más, csak hát egy picivel mégis másabb, mert ki tudja nyitni a lelkét, pont a lelkének azt a csatornáját, hogy úgy mondjam, ami pont egy adott szerephez illik, és ez a dolga, hogy ki tudja nyitni, és be tudja zárni. Az milyen volt, amikor egyszerre csak meggondolom, az nem tudom, hogy melyik az egy sorozathoz köthető, amikor te olyan országosan ismert lettél. Mert ugye volt előtte Pécs, Debrecen, Eger, akkor nyilván nem. Akkor nem. Nem. Ugye? Aztán Arany János Színház. Akkor sem, gondolom. Akkor sem még, akkor ugye? Sem. És akkor azt jól megszűnt az Arany János amikor Színház? Amikor az megszűnt, igen, akkor engem beszippantott a szinkron. És tulajdonképpen én... Mert akkor te szabadúszó lettél. Szabadúszó lettem, igen. De rögtön mentem a katonába vendégnek, ami egy nagyon elegáns dolog volt. A portugál volt. A portugál, meg még azon kívül volt 6 színdarab, amiben meghívott a Zsámbéki. Gábor, igen. És de hát közben dübörgött a szinkron, és hosszú ideig én a magyar hangja Csúlya Imre voltam. És akkor elkezdtek a filmesek. Hát te valami nem tudom hány száz? 1000 körül. 1000 körül van a főszín. Hát nyilván ez a Böszögéstől a Peter Ustinovig, vagy a Wesley Snipesig, főszerepekig, mindenféle. Azt mondta Szendrő József egyszer, hogy mindenféle megalázó művészi mellékmunkát visszapofázás nélkül vállalok. Szóval ebben voltak olyanok. És te is ilyen voltál? Igen, nem adtam vissza tőle. Egyszer kölcsönösen visszaadtunk egy szerepet, egy szinkront. Hát nem is tudom, hogy kivel, mert hát kiderült, hogy téves szereposztás volt. Az tényleg nem nekem való volt, hanem egy másik volt. Mert? Nem tudom. Nem. Az ember azt gondolná, hogy végül is hanggal nagyon sok mindent lehet, amit ez esetleg nem, de már nem is emlékszem, hogy volt ez. Aha. Nem emlékszem annyira. Annyi jót csináltam. Tehát az összes többi, a 999 az, 000, mind jó. Az mind jó volt. Ez az ezredik, ez az ezerből hát egy. Hát vannak ilyen egy rémrendes család. Egy rémrendes család, igen. A Modern Family, meg sok-sok más sorozat is, meg hát nagy egyedi filmek. A Andy Garcia hangja voltam, Ha a férfi igazán szeret, amit a Louis Mándoki rendezett, és a Koltai Lajos volt az operatőre. Ezeket neked a szinkronokat kell gyakorolni, előtte próbálni, hogy milyen lesz a hang, vagy ez jön be, odamész, megmutatják a figurát, és jön belőled. Most már jön, meg jó, egy jó ideje jön. Hát tulajdonképpen, mire én megkaptam az első 17 tekercses epizód szerepemet a szinkronba, addig én 2 évig jártam tömegezni, meg húhogni,
meg röfögni, meg egy-két mondatot elmondani. És akkor ott két év alatt meglátták bennem, hogy ez egész ügyes. És akkor ott többen így elkezdtünk nagyobb szerepeket kapni. Na, és akkor mikor lett az országos ismertség, azt mi hozta meg? Hát az kétségkívül, hogy az Üvegtigris. Párhuzamosan volt ugye az Üvegtigris, a Nincsen nekem vágyam semmi, a Mudrucókornél filmje, meg a Török Ferinek a Moszkva tér. Tehát ezek ugye egy blokkba egyszer csak így berobbantak a köztudatba. Mint filmek is, meg engem is. És akkor az milyen volt, amikor egyszerre csak végigmustáltak az utcán? Gondolom volt az a szakasz, azt én is átélem, gőze nincs, hogy ki vagyok. De tudja, hogy valahonnan ismer, és akkor félszegen köszön. Igen. Aztán van, aki megismer, ugye? Hát, téged meg mindenki megismer. Hát onnantól kezdve az mindennapos volt, hogy szevasz Csoki bácsi, Easy Rider öcsém. De az is volt, amit említettél te is, hogy megvártak a Pillantás a Hídról című előadás után, mert kíváncsiak voltak, hogy ez az Easy Rider gyerek mit csinál egy komoly darabba. Vagy például olyan is volt, ami nagyon megható volt, hogy egy piros lámpánál integetett egy hölgy, és mondtam automatikusan, hogy Easy Rider öcsém, azt mondja, nem, tegnap láttam a Novecentót. Aha. És már zöldre váltott, és mentünk is, szevasz. Ez volt a Mono? A Monodráma, amit játszottál. A Lócájáró zongorista. Igen, ott az Örkényben. Igen. Örkény, szóval mindenfélék impulzusok érnek engem, és egyáltalán zavaró, és nem bántó, és soha nem ért engem semmiféle atrocitás. Tehát ha mosolyognak az emberek, akkor az ember... Mert te az a pasas vagy, akit úgy nagyjából mindenki szeret. Szóval így néztem most, ahogy készültem rád, hogy vetted át, egy fotó volt, vetted át a Kiváló Művész címet. És én már több ilyen díjátadó jártam, nem én kaptam, de ugye mint újságíró, és láttam, hogy ezeket általában mennyire plépofával vagy műmosollyal adják át. És láttam, hogy ott állt Balogh Zoltáné, teli pofával nevetett, tehát látszott, hogy szeret téged, és hogy örömmel adját, és mellette is állt valami férfi, az is látszott, itt a csúlya. Igen, a miniszter úr azt mondta, hogy még sok ilyen, mint a mi kis falunk. Ja, na azért, konkrétan az hangzott el, ott még átadta a díjat, hogy még sok ilyet, mint a mi kis falunk. Na ugye? Igen. Mert látszik, hogy van, amikor azt se tudják, kinek adják át talán. Mert hát egy olyan tudós, akit nem ismernek annyira, vagy egy vidéki színész, vagy nem tudom, de rajtad látszott, hogy hát fúha, itt a hatalmas, hatalmas öröm. Picit arról beszéljünk, hogy mennyire lehet a magánéleti érzelmeket belejátszani a színpadon. Színész ki tudja játszani magából, igen. Igen. De nem csak a bánatot, és azt most hagyjuk is, viszont például az örömöt is, és az is, érted, szóval azért borzasztó ez, mert az életemnek a része, az is én vagyok, de most beszéljünk arról, hogy a Portugált, amikor játszottam, és ott Masninak hívták a lányomat, a Pelsőci Rékát. Te voltál a kocsmáros. Én voltam a kocsmáros. 400-szor lökted. Igen. 397-szer. Mert nem volt állat mindegyik? Háromszor hiányoztam, mert beteg voltam. Igen, mert ezt pont a 400-nál vették le. Tehát a 400-dik megvolt. És nem, tovább mentünk 420-on valamennyi. Igen? 20 év után. Ja, 20 év után. Vagy az volt, hogy 400-nál vesszük le, vagy a 20 évnél. És akkor azt mondtuk, hogy inkább akkor vegyük le a 20. évfordulónál, mert mégiscsak. Na és Masninak hívták a lányomat. Van egy jelenet, ami Pelsőci Réka, amikor egy nagyon érzékeny idegállapotban van a kocsmáros, ivott is egy kis pezsgőt, és azt mondtam a Masni helyett, azt mondtam a Becének, hogy te elvihetnéd a Fannit a izébe, Fanninak hívják a lányomat. És ez kétszer előfordult a mindenféle szándékosság nélkül. Tehát, hogy az emberben mennyire ott van család, és amikor ki lehet játszani ezzel kapcsolatban érzelmeket, akkor az spontán jön.
és nem kell rányálazni, az jön magától. Erre mondom én azt, hogy ki tudja játszani. Te ilyen nagy unokázós vagy nem? Hát igyekszem, mert most... Három darab van. Most én szoktam menni értük, amikor szabad időm van. Igen? Igen. Ha nem veled beszélgetek, akkor most is mennék az unokákért, de most a feleségem elmondta. Hát azt mondtad, hogy lemész a telekre. Majd igen, utánom. Igen. Igen. Mert hogy nagy kertész lettél. Hát igen, vissza a természethez. Igen. Mert jól is esik. Konyhakert. Csináltam a tavaszi fogadat. Faültetés, minden. Most fogunk fát ültetni, ribizlit, megyfát, almafát, sárga barackot, almát, szilvát, somot. Az igaz, hogy te klasszikus értelemben már nem is tudsz nyaralni? Tehát ide lemész pár napra, akkor is teszel-veszel, fursz-faragsz, ültetsz. Gyomlász, kertben mindig van mit csinálni. Tehát olyan nincs, hogy kifekszel a nyugágyra. Hát az nem nagyon van, az nem nagyon van. A Balatonban néha beszoktunk menni. Most már nagyon régen voltunk Olaszországba, úgyhogy valamelyik, ha lemegy ez a rumli, ez a borzalmas bezártság a vírus miatt, akkor Toszkánában megint vissza akarok menni. Mert hogy az egy kedvenc? Az egy nagyon kedvenc hely. Igen. Hát a táj, minden, az emberek, az épületek, a múzeumok, az fantasztikus. Meg Umbria. Mert? Hát maga Olaszország, szóval. Ja, hogy az egész Olaszország, jó. Tehát az egészet nem tudom bejárni, úgyhogy igyekszünk visszajárni a kedvenc helyekre. Terricciolába voltunk legutóbb. Na, oda vissza akarunk menni. Mert onnan az egy bázis volt, tudod? És egy szőlészet borászat mellett, kis fészerbe kialakítottak panziót. Na és akkor az volt a bázis, és onnan néztük a térképet, na most merre menjünk, elmentünk. Például másodszor elmentünk Vincibe. És néztük a múzeumot, amit egy ottani gróf, az volt a mániája, hogy a Da Vinci találmányait mindent kicsinyített formátban, de megépíti, de a tanktól kezdve a repülőgépen át, az úszógumin keresztül, a lencsék szögeit, tehát a fényképezés alapjait, mindent, amit mindent kitalált a Da Vinci az emberiségnek. Elképesztő. És még festett is gyönyörűket. Na és akkor néztük a múzeumot, hogy hát ez hiányzik. És mondta, hogy hát nálatok van Pécset. Amikor másodszor voltunk kint, akkor elhozták több, mint a felét Pécsre. Fantasztikus. De a színház, az meg tudom, hogy a mániád. Tehát, hogy az lényegében hobbi. Hát igen, az meg is, az nem, egész az szakma fő... hobbi tulajdonképpen. Tényleg ezen kívül nincs is, mert a kertészkedés még hobbi, mert most már horgászatot sem nevezhetem, mert csini horgászanak azok, akik jobban tudnak horgászni meg. De hát a borászat azért még van. Az van, hát az van. Az egy új szerelem, egy új igen, kísérlet. Mert... Hát mert azt is gyerekkoromban nagyon sokat láttam a nagybátyáimtól, hogy művelik a szőlőt, hogy préselik a mustot, hogy lesz a ból, aztán bor, és hogy lehet az berúgni, azt is láttam. De hát a magát a szőlőfeldolgozást azt láttam, és most látod öregségemre, sikerült amatőr borásszá fejlődni. Az mit jelent, hogy mennyire? Hát egy kis családi borászat, egy 6-700 liter bor megterem. Hát az végül elég is jó. Egy családnak azért. Egy családnak pont elég. No. Mennyit szoktál inni? Hát módjával. Módjával. Ha sokat dolgozom, akkor szinte nem. Hát így, ha lemegyek és melló után egy-két fröccsöt megiszom, az kész. Fantasztikus, miket játszottál. Tehát volt például, ugye, amikor egy estén eljátszottad Falstaffot, meg negyedik Henriket. Igen. Ami azért tulajdonképpen eszelős. És hát a Falstaff, most valljuk be, a katonnál fogva, az rögtön eszébe jut az embernek, nem? Igen. Ezt mondta Nádasdy Ádám is, aki fordította a darabot, meg több más Shakespeare darabot, azt mondta, hogy hát az egyértelmű volt, hogy az Imre Falstaff. De azt mondja, azt nehezen tudta elképzelni, hogy Henrik is én vagyok, és azt mondja, meggyőztem. De miért tudta nehezen elképzelni?
Hát mert az, hogy ez a szikár, gyomorbajos értelmiségi, ez a Henrik, hogy az nem rögtön, tétel is azt mondtad, hogy rám nézel, és azt mondod, hogy falsnap, igen. Hogy az nem, a Henrik nem jutott volna eszébe, csak hát van a Spiró Györgynek egy csodálatos elemzése, amit a Pali ismert, vagy megtalált. Mácsai Pál, igen. Én is olvastam, meg is ijedtem, és képzeld el, hogy nem telt el két hét, mikor megemlített a Pali így fű alatt, hogy lehet, hogy te játszod a Henriket is. A szemem nem rezdült, mert benne volt a pakliba, ahogy olvastam. Mert benne volt a pakliba, hogy az annyira egyivású, hogyha mélyen belegondolsz, annyira egyivású a két ember. De miért? Hát nyilván a Henrik az apaság miatt, a Falstam meg az apasági vágy, meg a tapasztalat, meg egy atyai bölcsességet is láttam én ő benne, ahogy figyelte ezt a fiút, aki később ötödik Henrik lesz, és kirúgja őt. Én láttam párhuzamot a két szerep között. Egyszer úgy mondtam, hogy jön a Tisza, és egyszer csak beleömlik a Szamos. Az a Falstaff. És együtt mennek, aztán megint szétágaznak egy picit, aztán megint találkoznak, és aztán végén belefolynak a Dunába mind a ketten. De a Falstaff sokat nőzik is. Hát vagy legalábbis szeretne. Szeretne, mert hát ő már egy idős igen. Fazon azért. Te meg együtt élsz? Hát most már 30? 6 éve Árvai Zsuzsa szinkron rendező. Igen. Úgy ismerted, nem? Valami meló közben, nem? Hát igen, mi a Derzsi Jancsival barátok voltunk, vagyunk, és az ő húga, meg az én feleségem egy cégnél voltak, a Mafilmnél, mint vágóasszisztens gyakornokok, és hát egy ilyen közös baráti társaság lett, és elmentünk megnézni az István a királyt, a Királydombon, a bemutatót, belógtunk, és akkor utána találkoztunk, és akkor rákövetkező szilveszterkor összejöttünk. Na, és ez nyilván jelent valamit, nem? Hogy félig meddig szakmabeli. Igen, és még, de mégsem, de mégis megértőbb tud lenni egy színészféleséggel, mint mondjuk egy tanárnő. És most nem pejoratíve mondom, hanem a más az életritmusú. Mit kell megérteni? Hát, hogy a férj akkor megy el dolgozni, amikor mások azon mennek pihenni. Az, hogy a férj elmegy gyerekeket szórakoztatni az Arany János Színházban mondjuk délelőtt, és nem tud a saját gyerekeivel ott van lenni délután. Azt mondom, mikor máskor kellett bepótolni a szabadidőbe. Hát nyilván ezeket nehezen viseli egy úgymond civil házastárs feleség. Vagy legalábbis nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Nyilván vannak ilyenek is. Megdumáljátok, hogy milyen voltál? Vagy netán te beszélsz az ő szinkron rendezéséről? Hát nem, valahogy ez működik közöttünk félszavakból is. Nagyon sokat segítettem persze, amikor ő elkezdte ezt a szinkron rendezést. Én ugye több színészt is akkor te már. Én akkor már bőven színész voltam, és nagyon sok kollégát ismertem, akiket javasoltam, és sorba próbáltak ki őket, és mentek örömmel, és nagyon jó volt látni, hogy kezdett el a Fodor Tamással dolgozni, vagy Galamb Gyuri bácsival. Tehát Fodor Tamás maga is szinkronrendező. Igen. Volt. Galamb György meg remek bábszínész volt, de járt a szinkronba. Igen. Nagyon helyes ember volt. A fiával együtt voltam katona. Tényleg? Igen. Hát persze, hogy megnéz. Egyes bemutatóban eljön megnéz, de nem az az áradozó típus. Igen? Igen, inkább azt mondja, ami nem tetszik, de összességében azt mondhatom neked, hogy szereti, amit én csinálok. Jó, hát ez
ezt egyébként gondoltam. Szeret, igen. Az kritikus. Aha, azt foglalkoztat-e, ami így az országban van? Vagy próbál sok mindent kizárni? Azért próbálom kizárni, mert sok mindennel kapcsolatban régen is, volt, meg most is van egy tehetetlenség érzetem. Bizonyos dolgokban a civil ember tehetetlen. Ami el van dönt, vagy amit eldöntöttek, azt úgyis véghez viszik. Majd az idő eldönti, hogy de ez azt jelenti, hogy ilyen mindent, ilyen epikúrikus, ha jól mondom, nyugalommal, tehát, hogy vagy próbálod tudomásul se venni? Nem, azt nem mondom, hogy nyugodt vagyok, és azt sem mondom, hogy nem veszem tudomásul, de tudomásul veszem, és bizonyos dolgok miatt nagyon szomorú vagyok. A másikról meg... Mik miatt? Hát, bármi. Színművészeti egyetemről mit gondolsz? Nagyon sajnálom a gyerekeket. Igen? Igen. Igen, és azt is tudom, ezt már valahol elmondtam egy interjúban, hogy én is tudom, hogy bizonyos időszakonként át kell festeni a házat, a lakást. De akkor azt megbeszéljük a feleségemmel, hogy ő összepakolja a műtyűröket, én bedobozolom a könyveket, aztán áthívjuk a vejemet, hogy toljuk arrébb a kredencet, és akkor jöhetnek a festők. Megbeszéljük. Ennyit tudok erről mondani. Aha. Örkényt kell átfesteni, vagy az úgy jó, ahogy van? Nem kell átfesteni. Az örkényt nem kell átfesteni. Az úgy jó, ahogy van. Oda gondolom a Mácsai hívott, minek alapján szó? Mit mondott, miért hívott? Tehát voltál vagy 10 év szabadúszó, és akkor egyszer egy... Majdnem 16. Uh-huh. Úgy találkoztunk a Palival egy forgatáson, a Mészáros Mártánál. Én a Nagy Imre vejét játszottam, ő a vérbírót, és forgatási szünetben találkoztunk, beszélgettünk, és 3 hét múlva csörgött a telefon, és mondta, hogy Mácsai Pál, mondom, szia, hogy találkozzunk. Én sejtettem, hogy miért, vagy reménykedtem benne, hogy azért hív, inkább reménykedtem benne, hogy azért hív, hogy leszerződtessen, és akkor én már nagyon vágytam, hogy valahol még kötelékbe repülni. És akkor azt mondta, ja, és ez volt a fő érve, hogy olyan sok rendező akar veled dolgozni, akik itt dolgoznak, akkor még nem Örkénybe, a Kamaraszínházba, hogy Madács Kamarába, hogy olyan sok rendező akar veled dolgozni, Imi, hogy én akkor azt gondoltam, hogy lenne kedved ide szerződni. És akkor mondtam neki, hogy hadd kérjek egy kis gondolkodási időt. Ránéztem, magam elszámoltam 3-ig, és azt mondta, hogy igen, Pali. És azóta ott vagyok. És tök jó. Igen. De egy nagyon családias színház, nem? Igen. Családias, szorgalmas, értékes, tehetséges. Nem, a kollégáimról beszélek, most nem magamról. Most megint elkezdtünk a Palival egy új darabot, a Brechtet, a Szecsuáni jó embert próbálni. És... A harmadik istent játszom benne, ami egy pici szerep, és egyáltalán nem zsenált, hogy én most a Henrik meg a Falstaff után kapok egy ilyen pici szerepet. Mert ebben a csapatban jó pici szerepet játszani is. Fárasztóbb, mint ilyen két vaskos főszerepet bepróbálni. Fárasztóbb? Sokkal fárasztóbb. De miért? Hát azért, mert ugye nincs mit csinálnod, de mégis van, mert figyelned kell, hogy a nagy egészben azt a pici fogaskereket, amit te képviselsz, hogy rakod be. De rengeteg függő, figyelni kell, hogy a partnerek mit mondanak egymásról, rólam. A színészi dramaturgiában hogy tudom én megtalálni, hogy mikor mit művelhetek a színpadon ahhoz, hogy az én szerepem is terebélyesedjen, de ne koszoljak bele a főcsapás irányba például. Ezek ugye lejönnek a földre, ezek az istenek, és keresnek egy szál jó egy embert, szál jó és ember. Egyfolytában igen. Nem találnak, igen. Mire aztán ugye valaki csak összejön. Igen. Tehát van egy rakat. Te mit gondolsz egyébként az emberekről? Te találnál?
Én sokat? Én sokat találok nap, mint nap. Igen? Nap, mint nap a hétköznapokban is, meg az estjeimen is, meg a színházban is. De főleg az estjeimen, az valahogy egy intimebb műfaj. Kiállsz egy szám magadba, és 100 embernek, vagy adott esetben 400 gimnazistának mondod ezeket a verseket másfél órában. Nyilván a színházban is úgymond mesztelenre vetkőznek a nézők is, ahogy a színészek. De egy ilyen... Ezt hogy értem? Hát, hogy kinyitják a lelküket, és befogadják, amire jöttek. Mert nyilván azért jöttek, mert kíváncsiak. Tehát a színház nézőtér viszonya, ez nagyon intim. Csak azt akarom neked mondani, hogy egy önálló esbe, tehát egy költészeti esbe, irodalmi esbe, szerintem még intimebb, ha lehet ezt mondani. Mennyire látod közben a közönségen? Hát eleve úgy világítják mindenhol, meg én is szoktam kérni, hogy ne legyen teljes sötét a nézőtér, de ne legyen teljes kivilágítás se. Persze olyan is van, hogy nincs más megoldás, mert mondjuk egy iskola étkezdéjébe kell 70 embernek elmondani. Akkor meg közben így látom, mint téged, így látom a nézőket, de amikor van egy kis félhomály, akkor az még érdekesebb, mert belelátok valamennyire a széksorok közé, és érdekes, amikor, akkor rögtön tudom, hogy magyar tanárok vannak a nézőtéren, mert 4-5-en motyarékolják velem a családi kört, vagy még a Babicsot is sokan. Igen? Igen. És akkor megijedek, tudod, hogy nehogy már jobban tudja egy magyar tanár a szöveget, mint én. Most ne bakizzak vele. Bár volt olyan is, az Illés Szekerén című verset kezdtem elmondani. Valahol a Körös mentén. Milyen gyarmat? Füzes gyarmat talán? Vagy valahol arra. És elkezdtem mondani a Illés Szekerén című verset, és a harmadik sor nem jutott eszembe. És nagy csönd. És akkor mondtam, hogy elnézést kérek, ez most itt beragad, de azt javaslom, hogy ezt a verset tessenek szívesek lenni otthon elolvasni. Nagy rögés, nevetés, taps, és képzeld el, eszembe jutott a vers, míg megtapsoltak, meg kinevették magukat. És akkor utána így elmondtam. Hogy ez színpadon hogy... volt hasonló? Mármint darab előadás közben. Persze, még az Arany János Színházban, János Vitézben én voltam a toborzó óbester. Mellettem csatázó, pajtásom, hogy kezdett. Na, ott nem jutott eszembe, és úgy kezdődött az előadás, jött a nyitány, be kellett volna lépni ezzel a szöveg, és nem jött. Nem. 50, túloldunk az 50-en. Egy délutáni előadás volt, és az volt, hogy és intettem, hogy segítsenek már. Egy bűdös hang nem jutott eszembe. Túl az 50-en. Szóval mit találtad? Nem tudom. És akkor nem ijedtél meg, hogy jaj, akkor ez majd még lesz ilyen? Nem, mert az előtt se volt soha. Tehát nem görcsöltem rá, hogyha ezt kérdezed. Aha. Mert ha rágörcsölök, szóval vissza kell ülni a lóra. Ha ledob a ló, vissza kell ülni. Mert hogyha nem ülsz vissza, azonnal abban a pillanatban, akkor soha többé nem fogsz lóra ülni. Milyen közönség nélkül? Ugye az Örkén sokat streamel, tehát amikor valóban élőben játszatok, de hát nem ül a kutya se a nézőtéren. Az milyen, hogy megszoktad, hogy itt van egy röhögés, ott van egy mély csend, és az más az a csend, ami abból lesz, hogy volt némi kis székzörgés, köhécselés, ez az, igen. És más az, amikor süket csend van, és mindig az a csend. Tehát milyen, hogy nincs meg az a reagálás, hanem ott valahol messzeségben néznek a számítógépen. Hát azt úgy fogom föl, mint egy tévéfelvételt.
Miért bemegyek a televízióba? Na de megszoktad, igen, de hát ott nem volt eleve, hogy röhögtek bizonyos ponton, itt meg röhögtek. Tehát eljátszottad 35-ször mondjuk, és ott röhögtek, és megszoktad. Igen. Az más, nem? De az benne van az emberben, azt hallom. Azt hallod, hogy ott röhögés van? Vagy tudom, hogy ott röhögés szokott lenni. De mivel nincs élő reakció, közönség reakció, a streamelt előadásban nem játszhatom el, hogy kérem szépen, itt röhögés van, azért tartok szünetet. Van, nem, ahol alá az keverik, egy megjel... és nekem az rémes. Nem, az a borzasztó. Az rémes. Szerintem is. Az rémes. Sőt, olyan is van, hogy meghajlonganak a színészek, és tudod, hogy előtte, tudod, hogy üres a nézőtér. Persze, az nem. És akkor van a taps, és olyan művi, olyan igen, vacak, igen, nem? Igen. Szóval nem azt mondom, hogy kijátszom a nevetési szünetet, hanem az úgy benne van az emberben az előadás, és meg a tudatunkban az beékelődik, hogy nincs közönség, nem lesz reakció, tehát intenzíven kell játszani, és az csak a másodperc töredék, ahol én tudom, hogy itt nevetés van, de mivel nincs, ezért nincs mit átbeszéljek, vagy nincs mit kivárjak, tehát ettől az előadás egy picit rövidebb is lesz. Összébb is megy, persze, hát nem várjuk ki a nagy nevetéseket, mert ugye a leszállóákba érdemes megszólalni, amikor már harja. Például, hogyha van egy nagy nevetés, amit gyakran tapasztaltam, akár a Portugálban, akár a Hülyéjébe, vagy a Tótéjébe. Hülyéje az ugye egy fedó. Egy fedó darab, igen. Amikor fölharson egy nevetés, akkor nem szabad rögtön megszólalni, hanem majd csak a leszálló ágában, amikor már csendesül, és akkor tovább menni. Szóval ez is ad az előadásnak egy különös ritmust. Tehát a nézők belerendeznek az előadásokba. Hát voltál te übi papa is, igen. Ami aztán a gonoszságnak a totál megtestesítése, tehát a teljes hatalmi tébor. Igen. Azt honnan ástad elő magadból? Hát az, figyelj, biztos én is voltam rossz kisfiú, vagy kegyetlen, vagy bosszúálló. Mikor? Hát gyerekkoromban, amikor megbántottak, vagy megsértettek. De aztán az később idő... nem? Nem, az idővel megtanulja az ember, hogy mennyit érdemes, vagy mennyit szabad, mennyit illik megsértődni, vagy visszaadni. Mert a gonoszságot azt nem nagyon szeretem, meg szerettem, meg műveltem, de fájt, amikor gyerekek gonoszságból csináltak ezt-azt. De hát ez el is felejtődik. Nem is el, hanem a rosszasság, a pajkosság, a csibészség, az mind megtestesült ebbe az übübe. De hát az aljasság hát jó, is. De azért mondom, ez túl megy a pajkossággal, hát azért ez egy... De hát, gyilkos, egy de hát mi büntetlenül téma. Lehetett nekem mindenféle aljaságot csinálni a színpadon, tudod? És ezt azért a színész élvezi, hogy lubickolhat egy ilyen szemétláda szerepbe. De akkor mert te... Ezt egyébként nem csinálná. Te akkor tényleg olyan, hogy úgy mondjam, áldott jó ember vagy, mint amit én gondoltam rólad? Hát én igyekszem. Nyilván baromi nehéz ezt magadról kimondani. Hát nehéz, igen. Én igyekszem jó ember lenni. Meg jó embernek maradni minden körülmények között. Igyekszem, hát most mit csináljak? És ez miből áll a jó emberség? Hát eleve nem gondolok rosszat senkiről. Na, de annyi ember csinál rosszat. Akkor ez meg naivság nem gondolni róluk rosszat. De megvárom, amíg megtapasztalom, hogy miért haragudjak rá, vagy miért ítéljem el. De, tehát nincsenek előítéleteim. Uh-huh. Bár az is egy negatív tulajdonság, hogyha valakinek előítélete van szerintem. Meg hát igyekszem nem csinálni semmiféle gazemberséget. De erről nagyon nehéz beszélni, hát én nem, hogy büntessem a mellemet, hogy de jó ember vagyok. Hát biztos én is mindenféle vagyok. Csak van, amiket visszaszorítok, van, amiket meg kiengedek. Mérlegelek az indulataimat például. Azt vissza tudod? Vezetés közben, ott kevésbé. Ott azért az eljár a szám, de tényleg csak nagyon indokolt esetben. Hát akkor én
Köszönöm, hogy bizonyos dolgokat itt is kijeleztettél magadról. Köszönöm szépen, hogy meghívtál megint. Én is köszönöm szépen, hogy ha nézték a Botta Cafét, Csúlya Imre volt most a vendég, a viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor támogatója Hiperdánki. Élelmiszer és vegyi áruházhoz szállítás. A műsor média szakmai partnerei. Színház.online. Unique Media Hungary Kft. Mediamix.hu. A legjobb hírek keveréke. Best Motion Marketing Agency.